Egy új Isuzu D-Max pickup típusú terepjárót adott át Kriza Ákos, Miskolc polgármestere a megyei jogú város önkormányzatának nevében a városi rendőrkapitányságnak. A megjelentekhez a város polgármestere szólt elsőként, aki elmondta, hogy nagyon fontos, hogy Miskolc belvárosa és perem területei biztonságosabbak legyenek, amelyhez hozzájárul majd az új személygépjármű is. Mindehhez hozzátette, hogy kiváló együttműködés alakult ki a rendőrség és több hatósági szerv között. Ezután Bogyai Ferenc rendőrkapitány szólt arról, hogy eddig még nem rendelkeztek ehhez hasonló szolgálati autóval. Azonban ez a terepjáró könnyebbé teszi a szolgálatot a kutyás csoportoknak a város külterületein. Ezzel a kocsival lehetőség nyílik a város külső területeinek kutyás szolgálattal való biztosítására. Polgármester úrral időnként össze szoktunk ülni és megbeszéljük a város közbiztonsági helyzetét, illetőleg, hogy miben tudnánk javulni, előrelépni. Egy ilyen beszélgetés kapcsán dicsérte meg polgármesterül a közterületen elért eredményeket, és ekkor vetettem fel, hogy a külterületeken is tudnánk előrelépni, de ehhez egy picit a terepjáró képességünkön kéne javítani, illetőleg egy pick-up típusú gépjárműre lenne szükségünk, hogy a kutyás csoportot egybe tudjam mozgatni. Elsősorban a kutyás csoport rendelkezésére bocsátottam ezt a járművet. Négy kutya, négy határozott rendőrrel és egy ilyen tekintélyt parancsoló járművel megjelenve egy-egy külterületen azt gondolom, hogy kellő visszatartó erővel bír. Ugyanakkor számtalan esetben problémát okozott nekünk a lefoglalt tárgyaknak, biciklinek, fának, egyéb eltulajdonításból származó tárgyaknak a biztonságos elszállítása. A gépjármű kulcsának ünnepélyes átadásánál jelen volt Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány, Kis János alpolgármester, illetve Hubai György, a Városi Rendészeti Bizottság elnöke is. Miskolc polgármestere nagy örömmel nyújtotta át a kulcsot Bogyai Ferencnek, jó szolgálatot kívánva a közeljövőben. Az új autót rövid ismerkedés után felavatták a rendőrei, akik a kutyákat új helyükre terelve indultak el első bevetésükre.